Felfújt úszógumival és töltetlen vízipisztollyal tömött sorokban várakoztak a csobbanni vágyók Budapesten. Hűsölni akartak, de egy ideig a napon álltak. Sokaknak fél órába telt, mire belépőt váltottak a római fürdőbe. Egy héttel a tanítási szünet kezdete előtt annyian akartak strandolni, mint máskor a vakáció legforróbb napjaiban. Némelyeket a tumultus, másokat az árak leptek meg. Azt hittük, mindenki elutazik pünköskor, de senki nem ment sehova. Nem olcsó. De nem sűrű jövünk, csak ritkán. Elájultam, mert a múlt héten Adagályban voltunk, és a két kislányommal majdnem 9000 forintot kellett fizetni csak a belépőjegyért. A Dagályban a hétvégi napokon 3100 forintot kérnek egy felnőttől a belépőjegyért, 200 forinttal többet, mint tavaly. A négyfős családi jegy pedig 8900 forintba kerül, egy év alatt 600 forinttal drágult. 6 budapesti strandból 4 árat emelt idén. Van két egységünk, ahol 100 forinttal, és van két egységünk, ahol 200 forinttal emelkedek a belépő árak a tavalyi nyárhoz képest. Valóban volt olyan egységünk, ahol egy kicsit hosszabban kellett sorban állni. Ez ugye ilyenkor természetes, hiszen mindenki egyszerre akar strandra menni. És ilyenkor nem lehet vagy egy jel több pénztárat beállítani? A maximális kapacitással működtek a strandjainkon a beengedő pénztár felületek. Többen strandoltak a Balatonon is, mint ahányan pünköskor szoktak, pedig a tóvize még mindig csak 21 fokos. Almádiban 100 forinttal többet, 900-at kell fizetnie idén egy felnőttnek. Itt és a szomszédos településeken sincs ingyenes szabad strand. Én most nem is tudnék itt a környéken mondani szabad strandot, mert azt hiszem talán Fűzfőn volt, de az is megszűnt. Keszthelyen 60 forinttal 950-re drágult a napi belépő a városi strandon. A minimálbér emelést mindenkinek ki kellett tudni gazdálkodnia, így kénytelen volt mindenki árat emelni. Forgalmas balatoni strandok drágultak. A pénzcentrum úgy számol, nagyjából minden második településen 50-200 forinttal többet kérnek a belépőjegyért, mint tavaly.